Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd a és nézd be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven a Luliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. tudományos és fantasztikus élmények Istvánnal, aki informatikus, Miklós aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, ez itt a Parallaxis 112. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai műsorunkban ez kifi akciófilmről beszélgetünk majd, amelyben egy ismeretlen eredetű katasztrófa minden elektronikus eszközt működés tesz, aztán durván és igen látványosan pusztítani kezdi az embereket. Erről beszélgetünk a mai adásban Magyarosi Istvánnal. Szia István! Sziasztok! És Vince Miklóssal. Szia Miki! Sziasztok! Néhány amerikai és angol fiatal élvezettel veti bele magát a moszkvai városnézés izgalmába, amikor az egész világra kiterjedő ismeretlen eredetű katasztrófa minden elektronikus eszközt működés tesz, majd pusztítani kezdi az embereket. Na, hát láttátok ti már ezt a filmet korábban? Nekem olyan a fele esett le, hogy én ezt láttam anno. akkor se hagyott bennem mély nyomot most is nagyon hamar el fogom tudni felejteni szerencsére, de ott a Feredé Kalitkánál ott úgy bevillant, mert ez viszonylag ez olyan jellegzetes jelenet volt, de azon kívül nem tudtam felidézni, úgy gőzöm nem volt, mi lesz a vége, vagy mint merre. Én médiaügyi szakemberként kérdeznék vissza, mert mint hogy ti vagytok azok hozzám képest, hogy én nekem volt egyetlen egy pillanat, amikor azt hittem, hogy én már ezt a jelenetet láttam, mégpedig amikor utaztak a srácok a repülőn, és akkor mondta, ugye bemondták, hogy a interferenciát okozhat a mobiltelefon, és tegyék el a kedves utasok, ezért mondták a stewardessnek, hogy te, ha maga ezt tényleg elhiszi, akkor jelezzen a kezével és akkor persze nem jelezte, és nekem annyira deja volt, holott az egész film összes többi részére egyáltalán nem emlékszem, tehát én merem állítani, hogy most láttam először, de elképzelhető, hogy ez a jelenet, ez megvolt már a film történetben máshol is. Persze rengeteg helyen. Igen? Hogy ne. Jó, jó oké, oké. Mert szerintem egy ugyanilyen jelentet láttam, ugyanezzel a poénnal, ugyanez a szöveg, ugyanez. És akkor persze itt külön poén, hogy aztán egyébként az egész filmben elektromágneses interferencia jelenségeket látunk, ami széjjel veri az ig <laughs> Tehát ebben a filmben tök-tök jól helye volt ennek, de akkor, oké, hogyha ezt, ezt máshol is láthattam, ezt a jelenetet, akkor alig hanem én is most láttam először. Nyilván Ádám már sokszor látta, nem? Nem? Te nem ilyeneket nézel éjjel nappal. Szerintem te nagyobb trash filmszakértő vagy, szerintem sok trash alkotásba szerepel, de figyelj, maradjunk is itt ennél, hihetőnek tartjátok ezt, hogy amikor utaztok a repülőgépen, ugye repülőgépes mód ismerjük ezt, igazából hatással lehet a repülőgépek működésére nem beszélve arról mondjuk, hogy már olyan magasan Pár ezer méteren már gyakorlatilag nem is érnek el a telefonjelek. Hát ez így van. Mármint, hogy az úgy van, hogy nem érnek el, ha bár egyszer a szokolébreztő hallgatók tudhatják rólam azt az érdekes történetet, hogy egyszer kb. tízezer méter magasan repültünk át Izland fölött egy Amerikába tartó repülőgépen, amikor egyszer csak a természetesen a jó szokásom szerint nem kikapcsolt telefonomra érkezett egy SMS, hogy üdvözöljük Izlandon ami egyébként olyan magasságban történt, amikor a GSM tornyoknak egyébként nem illene már oda fel, felsugározni a komolyabb teljesítménnyel, de hát úgy látszik, ez esetben mégis sikerült. Ugyanakkor persze én is hülyeségnek tartom azt olyannyira, hogy nem csak ez egy magánvélemény, hanem azt hiszem, hogy az Európai Unióban már, már az a szabály, hogy nem is kötelező ezt bemondatni, és nem kell kikapcsoltatni az emberekkel. Annak ellenére, hogy sok légitársaság ezt megteszi, mind a mai napig, de én úgy tudom, hogy, hogy ez már tisztázott, hogy itten... Hát tényleg igaza van a filmben annak a szereplőnek, hogy, hogyha ez, ez gondot okozna, akkor inkább ne is szálljunk föl. Kezdjünk haladni az elektromágnesesség hullámhosszain, mert hogy mi is az az elektromágnesesség, Miklós, hát muszáj neked szegeznem ezt a kérdést is, de röviden erről beszéljünk, mert hogy azért mindenki tudja, hogy mi ez a hullámokat, viszont azért így ritkán találkozunk Fizikai szak kifejezés formájában, a hétköznapi életben ezzel. Igen, na látjátok, de szóval ez egy, egyrészt ugye ez egy jó példa arra, hogy így alakulnak ki azok, a, amiket néha megosztasz ilyen képet, hogy kinek mennyire telített a sávja, amikor vágod a a izet, hogy hát akkor kérdezzük még Miklóst, hogy meséljen egy fizikai jelenségről. <laughs> és aztán utána meg kiderül, hogy már megint mindig, <laughs> megint mindig a Miklós <laughs> Jó, István, kérlek, akkor Miklós. Az, utoljára, utoljára, az egyetemnek az első év folyamában tanultam, akkor volt pont elektronika, meg elektrotechnika nevezetű tantárgyunk, ha bár Info egyetemre jártam, csak mérnökként úgy gondolták, hogy ezt megtanítják, de hogy, hogy, hogy ez nagyon rég volt. Tehát nekem ott megáll a, a tudományom, hogy ez a, az egyik a, a, az alapvető kölcsönhatásoknak, amiket jelenleg ismerünk, és állítjuk, hogy ezeken kívül legjobb tudomások szerint nincs más, mint a erős, gyenge, elektromágneses, meg a gravitációs. De hogy, hogy és ennek a manifestációját látjuk szerintem magát, az elektromágnesességet én félnék, ha látnám. Vagy nem tudom, meg a fényt is ide, ide soroljuk, hát a Fényspektrumot végül is hiszen igen. Az is elektromágneses hullám, nagyon helyes. Jó, azért beírjuk a négyest. De ez egy nagyon jó, meg egyébként az a csodálatos az elektromágnességben, amit tényleg felfoghatatlan, hogy az ember találkozik vízhullámokkal, a vízhullám a vízben terjed. Oké, aztán találkozunk hanghullámokkal. A hanghullámhoz kell a közeg, Például a levegő, amiben terjed a hang, vagy ugye a vasajtó, ami döndül, ugye, ahogy ezt annak idején Rast is fejkártal megbeszéltük, szóval valami, ami tudja vinni a rezgéseket tovább. Na most az elektromágneses hullámban az a csodálatos, és ez a rendkívüli, hogy ez egy olyan fajta hullám, aminek a közvetítéséhez ilyen értelemben nincsen szükség közeg közegre, hiszen saját maga biztosítja saját maga számára a terjedési közeget, valamilyen értelemben, ez kicsit szabad fogalmazás volt, hiszen azért elektromágneses ez a hullám, mert van neki egy elektromos és egy mágneses rezgése is, és a kettő lényegében egymásnak adogatja oda-vissza, oda-vissza az energiát, hasonlóan ahhoz, mint mondjuk, ahogy az inga vagy a hinta a játszótéren egymásnak adogatja a helyzeti vagy a mozgási energiát, ugyanígy itt is a két energiatárolási forma, az elektromos és a mágneses térerősségek vannak olyan csodálatosan összekapcsolt viszonyban, hogy olyan módon tudnak létrehozni egy, egy haladó hullámot, hogy nincs szükség semmiféle közegre. Ez, ez egészen elképesztő, de ugye ezt teszi lehetővé az egész csillagászatot, hogy más nem mondjak, hiszen sok, ö, nem sok, hát már az univerzumnak van egy véges életkora, de mondjuk 10 milliárd fényévnyire el tudunk látni, azért, mert a vákumon jön keresztül baromi messziről a fény, és ráadásul úgy jön keresztül a fény, hogy közben a különböző színű vagy hát, ha úgy mondjuk, akkor korábban általában használt szóval, különböző hullámhosszú elektromágneses hullámok a vákumban mind-mind ugyanazzal a sebességgel terjednek. Vagyis, hogyha van egy villanás, és akkor már átvezethetjük magunkat a villanások világába, mert itt ezt a filmet végül is az uralja, az, az a központi sztoria, hogy van egy ilyen elektromagnetik polz, ugye, egy EMP, egy ilyen nagy olyan fajta hullám, ami nem csak egy egyszerű hullám, vagy mit tudom én, hanem Hullámoknak olyan csomagja, hogy egy óriási, nagy villámszerű impulzus, tényleg, ami olyan nagy energiakoncentrációval jár olyan rövid idő alatt, hogy lényegében a félföldön kisúti az, az összes elektromos rendszert, mert ezt nyilván megbeszéljük, hogy miért meg hogyan. De a lényeg az, hogy ezt akár a földön kívüli civilizációk, amelyek ugye letámadták a Földet, aztán látjuk, hogy személyesen is megjelentek, de ezt az elején nem tudjuk ezt akár messziről, távirányítással is, egy fókuszált nyalábbal is meg tudták volna csinálni, hogyha megfelelő energia birtokában lettek volna, ahogy egyébként egy brutálisabb méretű napkitörés, a, egy koronakitörés is tud, hát nem is ilyen mértékben, mint a filmben, de tud komolyabb méretű károkat tenni, és ilyen elektromágneses impulzust csinálni, akkor is, hogyha a nap egyébként baromi messze van tőlünk. Itt akkor igazából az történt, hogy ők egy ilyen Energiafegyverrel egy olyan koncentrált energiát adtak át a környezetüknek, hogy az kisütötte az összes trafót, az összes akkumulátort és az összes mindent, vagy egy szerkezet segítségével egyfolytában gerjesztett hullámokkal közömbösítették az energiát, az áramot, egyáltalán lehetséges ez utóbbi? Na most ez egy nagyon jó kérdés, én szerintem a filmben magában, most most ha hagyjuk, hogy ez fizikailag mennyire realisztikus, csak ebben a filmben az történik szerintem, hogy, hogy ezt az, hogy, egy, hogy, én szerintem ketté választanék két dolgot. Egyrészt jön a bazi nagy energiaimpulzus, amit ne, számomra nem derült ki teljesen, hogy mi az eredete, ami lényegében az egész Földön kikapcsolta az elektromos rendszert. És aztán vannak ezek a lények, amik ugye kisebbek, és lényegében lokálisan maguk körül egy hasonló dolgot csinálnak. Tehát közlekednek ilyen, mit tudom én, elektromágneses hullám, gömbvillám, gömb gömbölyekbe becsavarva valamilyen módon, közlekednek ezek a lények amelyek azonban, mint kiderül, anyagból állnak. Érdekes, csak hogy ezt nem nagyon látjuk, tehát itt elég durva dolgok vannak. És, és ugye őket szerintem egyértelműen egy impulzus -szerű fegyverrel semmisítették meg, de magát, magát azt a lényt semmisítették meg, és onnantól ő abba hagyta azt, hogy aktívan kibocsátja ezt a cuccot, de egyúttal meg is halt. Tehát hogy szerintem nem az történt, hogy a hogy, hogy éppen egy, egy impulzus csemlegesítettek egy másik impulzussal, mondjuk a két hullám kiolcsa egymást, vagy ilyesmi. Amúgy megjegyzem, hogy ezt így nem is lehetne kivitelezni, hanem ehhez képest itt ugye egyetemen az történt, hogy ezek a valamik, ezek valami módszerrel, én nem számukra ismeretlen, nyilván elektromos <laughs> trafó segítségével csinálták ezt a izét maguk körül, és hát azt a valamit szétlőtték, és egy más módon amúgy nem is tudnám azt elképzelni, hogy hogy lehetne ezt. Tehát azt nehéz lenne úgy megcsinálni, hogy ő, amit te gondolsz, hogy, hogy, ő csinál egy ilyen elektromágneses hullámcsomagot lényegében, és akkor te küldesz egy ilyen hullámcsomagot, hogy a kettő úgy interferáljon, hogy pont kiolcsa egymást, hát én szerintem azt, azt olyan szintű pont, precíz, ilyen atom, atomi méret kellene pontosan beállítani a dolgokat, hogy ezt lehessen, és ezért nem is, nem is, hiszem, hogy ez történik. De fizikailag lehetséges? Tehát ha nekem mondjuk rendelkezésemre állna kellő energia és, egy, és maga a technológia, akkor én a fizika törvényei engednék azt, hogy én építsek egy olyan fegyvert itt Budapesten, hogy az egész földön, vagy ezer kilométeres körzetben nem egy, nem egy EMP hullámmal, hanem egy állandóan gerjesztett hullámokkal, hullámcsomaggal akadályozzam, mint, mint ahogy mondjuk egy telefon, tehát mondjuk a telefont nem lehet használni különböző nemzetbiztonsági... Hát jó, de az, az, csak bizonyos frekvencián nem tudod. Tehát most a Földön egy azon pillanatban megszámlálhatatlan mennyiségű különböző elektromágneses hullám van, tehát hogy mindegyiket külön-külön kioltani. Tehát csak ez a, az oka, hogy nem lehetséges? Hát nem tudod azt kioltani, hogy azt a specifikus hullámcsomagot, ami jön, azt, ne, azt te csak egy nagyon specifikus másik hullámcsomaggal tudod te pontosan kioltani. Tehát ez azt jelenti, hogy euh, szerintem nem lehetséges. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy te folyamatosan sugárzol valamit, mondjuk, ugye, akkor hát nem tudom, hogy lehet ezt, ezt ilyen fogyasztóbaráttá tenni, anélkül, hogy elhangozzanak olyan szakkifejezések, mint furi és spektrum, meg ilyenek, hát szóval. Ugye itt nagyon fontos annak a, az impulzusnak az időbeli lefutása és az időbeli alakja ami tényleg abban különbözik a szokásos jellegű hullámoktól, és tehát, hogy az egyetlen egy, most ez bocsánat, de hát ugye ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá, de viszont ez azt jelenti, hogy a, a függvények alakját a szánkkal vagyunk kénytelenek elbeatboxolni a hallgatóság. Szóval az van, hogy, hogy érezhetjük, hogy egy típusú van egy pot nem lehet kioltani, hanem hogy úgy, csak egy úgy, el lehetne kioltani. Érted? Fölverték <laughs> velük a kapcsolatot a földön kiülnek, úgy érzel. <laughs> Szetinél most bekapcsolta az a riasztó. Egyébként csak úgy zárójelben hozzá szeretném tenni, hogy most már így hetedik évet csináljuk ezt a műsort, és én úgy álltam neki ennek a műsornak annak idején, hogy, hogy hát, ha így titkosan végül is megtudok valamit, hogy hogy pusztíthatnám el a földet, de hát úgy látszik, hogy ez nem egy jó módszer rá akkor. Nem de nem annyira adó, így. de várját, hát elpusztítani azt lehet, csak hogy te most azt kérdezted, hogy hogy tudnál ellene védekezni. Mi uralkodni szeretnék ja, inkább, hogy mondjuk, mondjuk van egy fegyvelem, és bármikor áramszünetet csinálhatok. Na jó. Mert hogy a különbség kettő között az, hogy mondjuk, ha én küldök egy EMP hullámot, akkor mondjuk Kiütöm az egész Földnek, volt egy ilyen sorozat revolution. Azt hiszem, hogy egész Földnek a, a, az áramellátását, és tönkreteszek trafókat, ezt még modern technológiával is hosszú-hosszú évek, akár évtizedek lennének pótolni és újra a hálózatot megcsinálni. Viszont én úgy szeretnék uralkodni a Földön, hogy csak egy fegyverem van, hogyha megnyomom a piros gombot, akkor elmegy mindenhol az áram, ha kikapcsolom a fegyveremet, akkor megint újra van áram mindenhol. Például az áram, most maradjunk ennél uh -huh. a uh -huh. példánál. Jó, hát ez egy szép terv, szép terv. Szerintem ilyet lehet csinálni amúgy, nagyon sok energia kell hozzá. De hát az biztos, hogy nem fizikai lehetetlenség, hiszen, hogy a napkitörés is csinált ilyet, ugye a napkitörés egy picit más csinált, és aztán mindjárt letekerem magam, a napkitörésnél egy közvetettebb dologról van egy kicsit szó, tehát nem az, hogy a nap villant egy akkorát, hogy, hogy ma az maga lett volna ez az effektus, hanem ott ugye kicsit bonyolultabb a sztori, ott ugye arról van szó, hogy amikor a nap kitör, úgymond, akkor kidobódik egy nagyobb adag a napból, amit egyébként nagyon szépen elmondott egyszer a szokolébresztőben a Barta Veronika nevű kolléganőm, szóval ezt érdemes meghallgatni, csak mondjuk annak pont nem volt a legjobb a minősége, mert az elektromágneses hullámok bezavarták. <laughs> szóval a lényeg, hogy ott az volt, hogy jön a nagy töltött részecskékből kékből koronakitörés, az összenyomja a földmágneses terét, és maga a föld mágneses tere, ahogy összenyomódik, azt csinálja azt, hogy mondjuk Kanadán megy keresztül egy bazi hosszú kábel ugye az a, az a elektros vezeték, és ugye, amint iskolában is tanulhattuk, hogyha van egy vezető, és van egy időben változó mágneses tér körülötte, akkor az a vezetőben áramot fog indukálni. Itt, itt konkrétan az történt, hogy ahogy összenyomódott a Föld mágneses tere, elmozdultak az elektromos hálózat hosszú, több ezer kilométeres vezetékeihez képest a Föld mágneses tér erővonalai, többletáramot indukáltak, amik valóban leégették a trafóházakat, és emiatt tönkretették a, az izét, a fél-fél-Kanadának az elektrós rendszerét. Pont ez az, hogy én nem, nem leégetni szeretném, mert akkor ott ezt javítani kell. Én csak kontrollálni, én csak megszüntetni. De jó, aki rendi, csak. Ez már a kanadaiak dolga, hogy jobb biztosítékokat rakjanak fel. Mind, mindenről nem gondoskodhat egy ilyen, izé, egy szupergonosz. Tehát valamit azért bele kell tennie az emberiségnek is. No hát ugye jönnek a Földön kívüliak, és ahogy te is mondtad, nem látszódnak, nem látjuk őket, pedig hát ugye anyagból vannak ők is, de hát az anyag az energia, és az energia az hullámok, tehát esetleg lehet ementén elindulni a tekintetben, hogy mondjuk egy olyan csillapító mezőt létrehoznak maguk körül, hogy egyrészt hát az ő szerkezetük működik nyilván elektromossággal, valamiféle energiával, másrészt pedig ugye nem látjuk őket. Nem tudom, hogy tudnak-e így kinézni, mert nem az, hogy nem látjuk őket, hanem átlátunk rajtuk. Uh -huh. Tehát a kettő nekem nem ugyanazt jelenti, mert az, hogyha valamit nem látok, nem bocsájt ki semmilyen fény, van egy fekete paca. De itt az van, hogy itt úgy néz ki, mintha teljes mértékben az összes foton áthatolna rajtuk, vagy úgy görbítik meg maguk körül azokat a fotonokat, amik ott jönnek a bárhonnan, mindenhonnan, hogy azok pont úgy jutnak el a túloldalra hogy ők láthatatlanná váljanak. Hát végül is egyfajta gravitációs lencse hatást létre lehet hozni. De nem, csak nem kell a gravitációsnak lennie, mert ahhoz azért sokkal több tömeg kéne, de valamiféle lencse hatás van ilyen, hogy metaanyagok, ezt érdemes meggooglizni, tehát általában előkerül a láthatatlanná tevő köpenyt, azt hogy lehetne csinálni. És akkor van ilyen, hogy meta, metamaterial cloaking, vagy hát ez a meta metaanyagok, meta ami lényegében olyan elektromágneses mezőszerűséget lehet köztük létrehozni, vagy hát olyan anyagból egy bevonatot mondjuk inkább úgy, hogy annak olyan a törésmutatója, hogy lényegében ami fény elmegy mögötte, az megkerüli, és aztán el az elején kijön. Ugye ehhez valami speci dolog kell, persze olyan nem triviális optikai dolog, de hogy elvileg ezt egy optikai dologgal meg lehet csinálni, Úgyhogy ebbe ez tök poén lenne amúgy, és akkor ebből, ebből az is érthetővé válik, hogy amikor megsérül ez a bevonatuk nekik, akkor mi történik? Akkor láthatóvá válnak ezek a cuccok, ugye? Tehát van, hogy egy pillanatra... Igen, akkor mikor lövik őket, akkor így látható. Igen, meg válnak. amikor meghalnak, akkor kiesnek belőlük az, a, a, darabok, és akkor persze látjuk, hogy ezek abszolút igazi, megfogható anyagból álló valamik. Tehát a kezdetben én is azt hittem, hogy ezek maguk elektromágneses mező megoldásokból álló lények, de aztán kiderül, hogy energia lények, igen, is. de nem. Ugye ezeket, hát persze az anyag, <laughs> a tömeg is az energia egyformája, de hogy a lényeg, hogy ez ezek kutya közönséges megfogható anyagból álló lények, csak szerintem köröd, körülöttük van egy ilyen bevonat ami úgy hajlítja körülöttük a fényt, hogy ami hátul bejön, az kijön elől. A bevonat, amely annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Ja, így van. <laughs> Csak néha érdekes módon így behullámzik, tehát néha, amikor úgy, úgy akcióznak, és akkor úgy energiát gyűjtenek, vagy nem tudom, hogy támadni készülnek, akkor olyan, olyan fura ilyen déli bábossá válik ott a, a terület, ahol ők vannak. Majd utána megint látlatlaná válnak teljesen. Tehát olyan érdekesen volt ez kitalálva. Plusz nekem furcsa volt, még mondtad az elején, Ádám, hogy itt ezzel a volt egy sugárfegyverük, vagy folyamatosan kioltják maguk körül az, elektromágnes, az elektromosságot elektromágneses teretehez képest. Az elején ez történt, tehát ott eltüntették, majd onnan tudjuk, hogy mikor merre járnak, hogy mindent, ami elektromos, felkapcsolódik, amikor ők ott elsétálnak mellette. Ami nekem abszolút ellentmondott két, két dolog a egymásnak, plusz a vége felé, most nem akarom lelőni a poén, de van egy ilyen rész, amikor azt kitalálják, ott az oroszok megfejtik, hogy miért jöttek ide ezek az űrlények, hogy, hogy itt táplálkozzanak elektromossággal, mert hogy Moszkva alatt sok a rész meg az alumínium, úgyhogy azért jöttek hozzánk áramot enni, és itt elsült az agyam, de hogy tehát, hogyha ő veszi az áramot, akkor miért kapcsolja fel a villany mindenhol? Tehát, akkor erős szivárgás, vagy nem tudom, akkor éppen fingik nagyokat, vagy ja, nem? Igen, az az lehet, igen, vagy büfög. Elszívja, és kész, nem az, hogy fordítva, tehát áramot büfögő energia lények. Ez itt a parallaxis 112 epizód ezt a kis ufók azért csinálják valószínűleg, amellett, hogy akkor ez lehet, hogy egy mellékhatása is az ő technológiájuknak, hogy ugye az emberi technológiát elpusztítsák, ugye alássák a mi védekező képességünket, és nyugodtan tudjanak falatozni. Úgyhogy a kérdés adott, mennyire fontos a technológiai függésünk a túlélés szempontjából, és milyen alternatív stratégiák létezhetnek a túlélésre egy ilyen helyzetben például. Kemény világ. Addig volt érdekes a film szerintem, amíg a lények maguk nem bukkantak föl. És addig gondolhattam, hogy az egész tulajdonképpen egy rohadt nagy napkitörésről szól, és egy nagyon jó kis disztópiát fogunk látni arról, hogy hogyan lehet áram nélkül élni. Hát itt csalódnom kellett, de valójában tényleg ijesztő mértékben függünk, és egyre jobban. Ráadásul egyre finomabb dolgoktól függünk, ott van például a GPS. Mondjuk jön egy nem annyira bazi nagy koronakitörés, hogy minket itt, hogy itt konkrétan lekapcsolja a lámpákat Budapesten, de jön valami kisebb, valami, ami már elég mennyiségű sugar, extra sugárzást csinál ahhoz, hogy kipukkasszon néhány GPS műholdat képzeljük el, hogy az okos telefonjainkkal, vagy az autókban, vagy a repülőgépekben levő navigációs dolgok, azok nem működnének, hogy már önmagában ez, főleg, hogy már önvezető autók is bejönnek a buliba egyre inkább, tehát már egyre inkább azt látjuk, hogy nagyon pici dolgoktól kezdünk el nagyon függni. Tehát itt még nem is arról beszélek, hogy tényleg kimegy az egész elektromos hálózat, hanem arról, hogy, hogy, hogy néhány kulcsfontosságú műhold kikapcsolódik mondjuk egy napkitörés hatására. És persze ezek mind redundáns rendszerek, de azért brutális mértékben függünk tőlük egyre többen. Miért hagyjuk magunkat ennyire kiszolgáltatottnak lenni a természettel szemben? Csak ettől tudunk ekkorára nőni, tehát csak a technológia tette lehetővé, hogy ekkora legyen az emberiség, és ilyen kényelmes életet éljen. Tehát ha nincsen GPS, vagy nincsen modern technológia, nem utazgatnak Kínából a konténerhajók, vagy legalábbis nem annyi, nem olyan tempóban, nem úgy készülnek el a termékek, nincsenek automatizált gyárak, nincsenek a traktorok, amik manapság már mind GPS vezéreltek egy normálisabb mezőgazdaságban, nem tudsz megtermelni ennyi ételt, és nem tudsz 8 milliárd szájat etetni. Ez kell ehhez, ami most van. Enélkül nincs, kicsit láttunk már hasonlót az ellátási lánc sérülékenységével vonatkozólag a Covid járvány alatt, amikor Így ugye... Van. és egyébként a Covid-ból viszont azt tanultuk, hogy azért az emberiség nagyon gyorsan tud adaptálódni az ilyesmikhez, de kérdés persze az, hogy meg... Mármint, hogy nem százszázalékosan, de azt hiszem, hogy nem termentünk át a teljes abnormalitásba. Igen, de volt egy, volt egy jövőkép, tehát hogy azt azért mindenki tudta, hogy ez egyszer el fog múlni, ja, értem. és ugyan nagyon-nagyon sokan haltak meg benne, és ezt semmiképpen nem szabad alábecsülni, de mégsem egy olyan járványról van szó, mint különböző filmekben, Katasztrófa filmekben láthatunk, ahol már tényleg a megfertőződés az biztos halált jelent, és a többi. Tehát, hogy nyilván a hozzáállásunkat is befolyásolhat ez, ez, ez a dolog. Tehát, hogy a világ teljes mértékben visszatért az, az addigi formájába, és a modern technikának hála tulajdonképpen nyilván volt, volt aki nagyobb, voltak, aki kisebb kényelmetlenségekkel, de átvészeltük ezt az időszakot. Nem csak átvészeltük, hanem pont, hogy a technológia segített nekünk sok szempontból, tehát a, akár csak a, a homeschool vagy a, a home office-szal, hogyha ha gondolunk, ezt nem tudtuk volna megoldani egy fél éves bezárást képtelenség lett volna mondjuk száz évvel ezelőtt elképzelni, hogy ott két éven keresztül, vagy egy éven keresztül ugyanúgy megy tovább az élet, most meg tudtuk oldani. Tehát sok minden, ami addig nem volt automatizálva, robotizálva, megcsinálták. Tehát, hogy megint a technológia húzott ki minket egy pácból. Ezért van az, hogy az, amikor csak lehet a technológiában gondolkodunk, hogyha van egy probléma, akkor oldjuk meg technológiával, mert azzal megszüntetünk egy sérülékenységet, megszüntetünk egy problémát. A technológiánk miatt vannak vakcináink, a technológiánk miatt van orvostudományunk. Ez mind-mind a technológiából származtatható. Tehát, hogyha lemondunk róla, nem tudom, valamikor hallottam, de annyi, annyi, ilyen szám repked, hogy, hogy modern technológia nélkül, műtrágya nélkül egy milliárd embert se bírnánk megetetni, tehát a Földön ellátni élelmiszerrel, nem, hogy nyolcat. Tehát ott valamilyen a, a 10 és a 100 millió ember közötti létszám. Más kérdés, hogy a modern orvostudomány nélkül, ahogy mo mo mondtad, ugye nem is merülne föl, Igen, hogy 8 milliárddal lennénk, hiszen csecsemő Igen, halandóságtól kezdve minden van. más, tehát akkor Igen. régen nem volt divat, hogy ahány gyerek annyi születik annyi nő fel, hanem 10-20-30 százaléka attól függ, hogy melyik kontinensen éppen melyik, évszá melyik évtizedben született az a gyerek. Érdekes lenne egy romantikus filmdráma az 1800-as évek végén a vadnyugaton mondjuk egy Covid-járvány idején, mikor a földön kívüliek támadnak. Hmm, Na, no, hát ebbe ez egy piacírés. Tehát pont pont, van már egy félig az űr, űr szörnyek, az űrlények. Valamilyen ilyen űrkóbolyok, nem tudom, valamilyen Nem, ilyen, az űrkóbolyok az olyan, hogy felmennek az űrbe az öreg kéget názásra. volt valamilyen cowboyok kontra Tony... éljenek, volt valamilyen. Ürlény, igen, valamilyen, valamik az űrlények ellen, kábolyok az űrlények ellen, vagy valami ilyesmi, mégem Te kemény. Hát akkor végül is kihozták Hollywoodból a maximumot. Azt kell, hogy mondjam. <laughs> ez létrejött ez a film. Ajánlom, hogy egyszer majd beszéljük ki, vagy az annyira trash, hogy, hogy... Na jó, nem tudom. De mondom, ezután a film Nincs benne elektromosság. Nem mondom, hogy életem legsötétebb órája volt az, amíg, amíg dupla sebességgel megnéztem a két órás filmet, tehát végül is... Itt már beszéltünk az előbb a földönkívülieknek a tulajdonságaikról, és most ugye a filmből kiderül, hogy Érzékelik is az elektromosságot ezek az élőlények, vagy legalábbis nekem így jött ki, meg így szerkesztettem az adást, hogy ők bizony érzékelik ezeket az elektromágneses kisugárzásokat, hogy az ember is bocsát ki magából. Ha itt lenne a biztos az aurafotózást biztos bedobná a közösbe, de hogy az ember is, hát energia van bennünk, termelünk, ezt használjuk. Hát leginkább hőt szerintem, hogy kibocsájtunk, igen, de igen, az is az elektromágneses spektrumban van itt elég monokrom volt a látásuk, nekem engem az zavart, hogy mindent nagyon szép szürkén láttak, persze a körvonalát is azoknak, és az emberek azok, akik lángoltak. Tehát, hogy tehát mint a hőlátás lett volna, csak hogy elég szelektív hőlátás volt. De az miféle volt? Az mi? Tehát mi lehet az, ami ennyire specifikusan az ember abban sugároz, és a semmi más nem? Nem tudom, az az életerő? visz vitális. Igen, ez a bio, bioenergiát Bioenergia. mondott ott az, egyik, az egyik. Bio, bioáramot termelünk, hogy valami ilyesmi volt ott az egyik szereplőnek a megfejtése. Na, no, hát az elég kemény. de a való világban létezik ilyen ö, a predátoron kívül. Tehát, hogy vannak olyan állatok vagy élőlények, akik ö, ennyire érzékenyek az elektromágnesességre, és most nem az elektromos rájára gondolok, amit ha megpiszkálsz, akkor megráz. Gondoljatok arra, hogy a mág elektromágnesességnek része a mágnesesség, és akkor persze lehet mondani, hogy van a magnet magnetorecepció nevű képesség, ami állatoknak a nagyon széles csoportjára jellemző. Amennyire madarak, ugye, a madar, ugye egy nagy, mindig egy érdekes kérdés volt, hogy a madarak mitől tudják, hogy merre kell vándorolni, vagy az iránytű termesz, ami azokat a csodálatos a termesz méretéhez képest az Empire State Building méretét megszégyenítő és mindig abszolút helyesen kelet-nyugati irányba beállított ilyen termeszvárakat építik az iránytű termeszek, meg nagyon sok ilyesmi van. Akkor is, ha sötét van, meg akkor is, a berakod őket egy, egy dobozba. Viszont ha berakod őket egy olyan helyre, mint például ami Sopron mellett, vagyis, ahol, ahol tudjátok, kicsit dolgozom ott a, a Soproni Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetben, és például ott létesült most egy olyan lényegében zérus, zérus mágneses tér laboratórium, ahol a aktív módszerekkel, csak sima árnyékolással, hanem konkrétan mérik, hogy mennyi a Föld külső mágneses tere, és olyan áramokat csinálnak a falban, hogy azt kikompenzálják, és akkor ez azt jelenti, hogy bizonyám, ott konkrétan nincsen mágneses tér. Tehát ez kb. semmi, és ha beraksz oda egy madarat, nem tudja, merre repül, beraksz oda egy termeszt, nem tudja merre építse a termeszvárat. Nem csak az történik ebben a laboratóriumban, hogy nagyon le van szigetelve, hanem technológiailag mérése. Igen. Ez nagyon érdekes. Igen, igen. De ez fontos tényleg, hogy aktívan ki van kompenzálva, mert a föld tere sem állandó, hanem abban is vannak mindenféle globális, lokális változások, és azt is folyamatosan mérni kell, különben nem tudnád pont kikompenzálni. Nagyon hasonlóan, ahogy az aktív zajszűrő rendszerek is amúgy kiszűrik azt, hogy te ne halt, hogy a metró zakatol, tehát hogy például ugye nagyon hasonló jellegű visszacsatolások működnek itt is. De hát azért az baromira nem volt egy triviális dolog megépíteni. Na és akkor igen, az állatok például a mágneses teret konkrétan látják, és azért mondom azt, hogy látják, mert olvastam egy biofizikai cikkbe, hogy úgy tűnik, hogy a, a madaraknak például a látókérge felé megy be az az információ, tehát a madár azt látja a fejében, mint, hogyha, mint a pilóták, amit látnak a sisakban, amikor mindenféle jelzőfény ott van, topgánban meg ilyen helyzetekben láthatunk ilyeneket, ahogy oda van vetítve neki a tájoló, meg mindenféle adat, Na hát a madarak kb. valahogy ezt így láthatják a mágneses tér irányát, szóval ez egészen elképesztő. Tehát a mágnesességet azt látják. De a hőt is látja pár állat, nem? Vagy ezt a kérdez? hőt, persze, igen, és persze, persze, hát az éjszaka, akit megcsipkednek a szúnyogok, azok pontosan a tudják. A szúnyogok nem látják, a szúnyogok a, a szagunkat a -a -a. érzik, vagy gondolom a vérszagát. De akkor az nem is igaz, hogy infrában látnak? Nem, akkor állítólag nem. nem. én ezt olvastam aha, egy cikkben, és az ilyen különböző szúnyogriasztó nem láthatatlanná teszik az embert a szonyogok számára, hanem elvesztik azt a tulajdonságukat idéglenesen, hogy megtalálják meg a, a megcsíphető egyedet állítólag. Igen. Jó, de, persze, persze, de ennek ellenére tényleg, hogy, biológusok. hogy ég, ez marha érdekes. Fő, sőt, egyébként hát nyitnék egy ilyen szubtopikot, mert akkor valaki megmagyarázhatná nekem, hogy, hogy igaz az a népi megfigyelés, a mi családunkban elég kevés elemű emberre lehetett elvégezni ezt a népi megfigyelést, de rám igaz, hogy akinek nulla Rh negatív a vércsoportja, azt nem csípkedik meg a szúnyogok. Nem tudom, hogy ez igaz-e. Tény, hogy engem nem csípkednek meg, a feleségemet meg össze-vissza csípkedik, és tény, hogy hőmérsékletben nincs köztünk különbség, tehát én is gyanakodtam arra, hogy itt a szúnyog az valamit szagol is, és nem csak az történik, hogy látja a hőmérsékletünket, mert az kb. ugyanolyan. Szóval érdekes. Aki erre tudományos információkkal bír, az erről a témáról azt szerintem nyugodtan kommentelje be. Igen, de én ezt sajnos nem tudom megmagyarázni, de azt el tudom mondani, hogy ha a feleségedet a szonyog, akkor mindenképpen egy ilyen keresztet a körmével, ha belerak, akkor az elmulasztja. Ja, ezt én is csináltam gyerek. Állítólag egyébként volt rá kutatás, hogy nem. Ez valami evolúciós? Nem, egyébként nem hat, tehát ez csak egy ilyen fejben. De engem meg senki nem tanította ezt, én tök ösztönösen csináltam. Tehát ez nem a keresztény kultúrkörből ered nekem. Nem, így, az, 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 nem, a szavazás X. Az, szavazás, az egy X nem ja. Nem, ez, ez, nem minden, ez azt itt, hogy ugyanolyan óvis reflex, mint az, hogy tépkedjük a füvet, ha leülünk. Hmm. Vagy mit tudom, vagy gesztenyéket gyűjtünk, ami egy teljesen megmagyarázhatatlan. Ha, ha teljes a kedves hallgatók emlékeztek rá, akkor ugye volt egy olyan talán ignóbeles műsorunk, ahol beszélgettünk arról, hogyha a gyerek hogyha egy gyerek nem kapna impulzust, beszédet, akkor megszólalna -e Isten nyelvén, oh. volt egy ilyen eset. hát ez egy nagyon jó másik kísérlet, hogyha senki nem mutatja meg, és a társadalomtól elzártan él egy gyermek, akkor vajon egy idő után magától kelesztett. Sose találkoztam. István, aki egy kő alatt én Pedig él. nem voltam elzárva, csak egy másik országban nőttem fel, de nálunk valahogy ez nem volt divat. Tehát én sosem nyomkodtam így a én csak vakartam őket rohadtul. Plusz ö, ö, más se láttam, aki így ilyen így keresztet ezért volna a szúnyogcsípésben. De az a vicc, hogy én se. Azt mégis csináltam. Úgyhogy ez, ez, is egy érdekes kutatási téma. Jó, hát mondjuk jönnek a földön kívüliek, és akkor nekünk nincs egy ilyen épületünk, ahol ö, szigetelve vagyunk, meg nincs feledék sem. És akkor mi tehetünk mondjuk például egy ilyen elektromágneses... Nem is kellett a film szerint, mert látod, ott azt mondta, hogy az üvegen se látnak át, mert az üvegen keresztül nem látják, és innentől kezdve vált számomra értelmetlen az egész feledékkalitka, kalitka, mert hogy a plázába sétáltak, hogy ezek az üvegen keresztül nem érzékelik őket. Aminek majd később megint ellen hogy egy épületben ott ültek egy, meglátta őket messziről világítani, egy épületben ott egy lakásban voltak éppen, ahol nem volt feledékkalitka, viszont ablak volt, ott mégis látta őket az ablakon keresztül, tehát nem mondhatnám, hogy következetes volt, de volt egy jelenet, amikor az ablakon vagy üvegen keresztül nem látszottak. Ha nem tudom, én ezt nem, nem értek hozzá, hogy tényleg mondjuk a hőt se látom te egyáltalán az ablakon keresztül, tehát teljesen a, az ablaknak a hőmérsékletét látom, ha jól tudom? Ugye? A infrakamerával nem látsz be az ablakon. Nem hatol át rajta. Tehát, ha, infrát ha, ér... ha megnézed a Parallaxis Labornak az egyik ide vonatkozó epizódját, ott bizony ebben a kontextusban is elhangzik az, hogy hát az adott kísérletet csak felülről lehet figyelni, hiszen, mármint infrakamerával, hiszen oldalról a plexi lap, Miatt ugye nem látszik a, a mögötte lévő dolog. Igen, ez érdekes, viszont persze, ahogy mondtátok, a fény is az elektromágneses sugárzás egyik berz, változata, és hát a, a látható fény, úgy értem, és az persze átmegy az ablakon. Tehát ez is egy kérdés, hogy ezek milyen hullámhoz tartományban érzékelnek. Valószínűleg többben egyszerre nyilván, tehát ezek ilyen multispektrális lények, ezek valószínűleg nálunk szélesebb spektrumban érzékelnek dolgokat és ezért is persze szerintem tök random volt itt a filmben, hogy most mikor mi, meg hogy az ugye az is elhangzik, ami egyébként összevág a múltkori kibeszélt filmünkkel a mélység titkával, hogy a tenger alatt járó az azért remek hely, mert a tenger alatt lényegében ott nem fogják őket detektálni, hiszen ugye az sós tengervízzel van körülvéve, és ahogy megbeszéltük múltkor, a szokásos rádió hullámok sem jutnak le, 30 méternél messzebb. De persze hullámhossza válogatja megint, mert azt is elmondtuk múltkor, hogyha viszont ilyen bazinahagy, ilyen egy kilométeres hullámhosszú, rettenetesen brutál hosszú hullámú rádiózást csinálnál, akkor persze meg tudnád úgymond látni abban a tartományban a víz alatt tuszkáló tenger alatt járót, és akár több kilométer mélyen is. Tehát ugye ez megint csak a, minden csak azon múlik tényleg, hogy hogy, milyen, hogy a tisztelt földön kívüli kuncsaft az éppen milyen hullámos tartományban érzékel. Nem tudok olyan védekezést, ami mindent kiszűr. Tehát legyen az feredékkalitka, üveg, mit Tehát nincs igazából olyan, hogy hogy ne, le, hogy ne legyen olyan elektromágneses hullám, hogy ne lehessen azon keresztül látni. Itt, ami nekem a tenger megmaradt, az azt mondták, hogy az azért is jó, mert ott az is egy feredély kalitka, hát egy nagy fém, zárt fém dolog. Igen, igen, igen ezt, ezt mondták. Konzekvens azzal, hogy az összes repülőgép meg lezuhant, ami ugyanaz a levegőben, tehát hogy ott azok is mind a ilyen alapon, és akkor az mind védettséget. Igen, igen, ez a duma hangzott el, de valójában azért azt mégiscsak jobban elhiszem, az most említett okok miatt, hogy a tenger alatt járó az jobban árnyékolt helyen van, hogyha lemerül a víz alá. De amúgy valóban a filmben azt mondják, hogy zseniális ötlet, hát ez egy feredék a víz alatt. Hát, jó, de azért ennél azért több kell. Amúgy a feledékalitka egy jobb dolog. Tehát most akkor beszéljük meg, hogy a feledékalitka az arról szól, hogy az egy elektromos vezetőből készült doboz, amiben szabadon rohangálnak az elektronok. És hogyha ezt te kiteszed egy külső elektromágneses térnek, akkor azok pillanatokon belül gyakorlatilag azonnal úgy rendeződnek át azok a szabadon mozgó elektronok a vezetőből készült doboz külsőjén, hogy, hogy lényegében oda mennek, hogy kiellensúlyozzák a a külső teret, és emiatt a doboz belsejében ez, e, ezek a szabadon mozgó elektronok kikompenzálják a külső teret. Nyilvánvaló, hogy ennek is vannak azért korlátai, mert e, van olyan erősség, amit már nem lehet ilyen módon kikompenzálni, és akkor persze a feredék halitka az megszűnik ilyen értelemben egy teljes, feredi, teljes, teljes izé, mindent blokkoló szigetelőnek lenni. Vagy nem szigetelő, bocsánat, nem elektromos értelme szigetelő, hanem hogy hát ha az embert elszigetelő doboznak lenni. A filmben látható ilyen lakásnyi vagy szobányi feledékalitkáról beszéljünk már egy kicsit, mert gyakorlatilag egy laikus néző számára úgy tűnhet, hogy én gyakorlatilag építek egy rácsot magam köré fémből, és én oda bemegyek, és beviszek magammal egy rádiót, akkor az a rádió ott bent nem fog működni. Hát látod, megint csak a hullámhossz a kérdése az egész, tehát itt is arról van szó, hogy melyik hullámhossz szögéből mi tekinthető ilyen megfelelő ilyen árnyékolásnak. Tehát itt megint azt kell nézni, hogy hogy a hullám annak a rácsnak a méretéhez képest, hogy, hogy, aránylik, mert nyilván a fény az simán kijön, hiszen belátsz azon a rácson, a lyukakon, aztán nyilván az a, az a fényhullám aminek összemérhető a mérete, a néhány centi, arra, azzal a rács állandóval, úgymond, nyilván az bezavarja akkor a vétel, de ami meg sokkal nagyobb, az meg megint nem feltétlenül zavarja, mert mit tudom én, észre se veszi a 10 méteres rádió hullámot, hogy ott van valami hülye kis rács, szóval nincs ilyen, hogy univerzális árnyékolás, az mind összes elektromágneses sugárzás ellen, vagy hullám ellen, és ugye az a vicc, hogy amikor jön egy ilyen impulzus, egy ilyen puff, egy ilyen elektromagnetik pulz, az hát egy matematikai törvényszerűség, hogy az lényegében minden elektromágneses sugárzás és hullámhosszot kell, hogy tartalmazzon egyszerre. Tehát, hogyha ez egy tényleg pillanatszerű ugrás, mondjuk, mint egy villámlás, akkor az azt jelenti, hogy az nem csak infrában, nem csak ultraibolyában, nem csak láthatóban, nem csak rádióban, nem csak mikrohullámban, hanem minden. Az, az lényegében minden kell hozzá ahhoz, hogy ki tudj keverni egy ilyen pillanatszerű impulzust. És minden hullámhossz ellen nem lehet védekezni, ahogy mondtuk, tehát valami csak átmegy. <laughs> Kérdés, hogy az neked mennyire ártalmas a És ha már ártalom, ugye hát ezeknek a földön kívülieknek vannak ilyen energia alapú fegyverei, amik ugye hát képesek azonnal elpárologtatni az embert. Tehát de ez... De porra Igen, szóval mennyire reális ez szerintetek, a fizikával ez mennyire van bariban, és működhetne egy ilyen technológia? Nyilván ez csak energia kérdése, nem? Megfelelő mennyiségű energiát vezetek egy emberbe, akkor az gyakorlatilag dalabokra robban. Hát biztos van az az elektromos árammennyiség, amitől igen. Hát ami nem volt világos, hogy mégis milyen alapon dönti el ez a fegyver, vagy ez a, ez a módszer, amivel itt megsemmisítik az embereket, hogy mikor mit semmisítsen meg. Néha egy-egy cipő nem semmisült meg, de a fél pár cipő nem semmisült meg, hogy a fegyver a kezéből kiesett, a másiknak a fegyver a kezéből, tehát az emberrel együtt a fegyver is elpusztult, tehát itt teljesen ilyen véletlenszerűnek tűnt az, hogy mikor hozzáért, úgy nézett ki, hogy hozzáér, vagy valamilyen ilyen, nem tudom, narancssárga cuccal így meglövi, és akkor az ember az így porrá hullik, tehát mintha az atomjaira hullott volna, ami megint csak a atomjaira hullana, akkor nem lennének ilyen ez a hamú jellegű cucc szerintem, de nem volt érthető, hogy mikor, milyen szabály alapján mi minden semmisül meg, tehát hogy meddig terjed ez a dolog, hogy mikor viszi magával a cipőjét, a nyakkendőjét, a zakóját, a kalapját, a fegyverét, a bármit. Innentől kezdve kár beszélgetni tudományról. Tehát, hogy Köszönjük amikor... szépen, hogy itt találkozunk szeptember 25-én, sziasztok! Tehát azért ez érdekes lenne itt tanítani az egyetemen, hogy akkor ez a fizikai törvény így és így működik, amennyiben a dramaturgia nem másképp kívánja meg gyerekek. Tehát lenne egy ilyen kitétel, hogy dramaturgiai szempontból így és így működik a, a szabály. Ez, ez, tényleg már, ez már a Looney Tunes fizika kategóriája szinte. Jó, jó, egyszer egy Looney Tunes fizikája szerintem most már megéletre ez a műsor. Aha. Ah, hát persze, abszolút. Ez már ezután, figyelj, ezután a film után bármire megérettünk. Tehát most, most lettünk igazán nagykorúak, hogy a legsötétebb órát megértük. Hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen fegyver, ami ezt az erős kölcsönhatást Meg is semlegesíti. Akkor, akkor, tényleg porrá, akkor tényleg porrá tudna lenni. Tessék, kezdődik. Nem kéne nagyon fancy legyen, hanem akkor, vagy nem tudom, milyen gyorsan működne a reakció de valahogy ott az elején, mintha hogyha még az volt, én azt hittem, hogy az fog kiderülni a végén, és a feleségem is azt hittem, mielőtt elaludt, hogy ki fog derülni, hogy, a, hogy, az alkohol az jó az ufók ellen, mert hogy ugye az elején még a molotov koktélokkal úgy tűnt, talán. I, igen, meg hogy később a lángszoróval is ott. Igen, mintha hogyha valami átmeneti minimális sikereket lehetett volna elérni, és akkor mekkora lett volna, hogy kiderülne, hogy az Oroszországot végül az alkohol menti meg a pusztulástól, mert hogy ezzel oda lehet pörkölni jól, de valahogy nem ez volt végül a megfejtés. De amikor a trolli elszabadult, úristen, és akkor ott menj, és de ez egy kö kötött pályás jármű, van, <laughs> meg. De mindegy, de ott megy tovább, és, és, és elmegy, ámok fut a trolli, közben küzdenek a földön kívülivel, vezesd a trollit, minden, há. Hát az azért, azért dungva, tudott menni, mert az idegen bent volt a troliban, és adta az áramot neki, mert ez egy annyira igen. falánk volt, hogy annyi áramot befögött fel oda bent a troliban, hogy ment tőle a troli, mint az őrült. Tehát akkor igen, az elej, mert az elején még az áramszedők rajta voltak a, a az izén, a vezetéken, és hát ugye gondoltam, hogy jó, jó, hát persze gerjedt némi áram a vezetékben, és hát akkor hogy, hogy nem beindult a troli, hát láttunk már ilyet legalábbis ebben a filmben. Amúgy olyat tényleg látunk, hogy van egy nagy izé villámlás, és akkor egy elektromagneses impulzus, és akkor beindulnak az autóknak a Rihasztói. riasztói, meg ilyenek. nyomás nyomáshullámtól is lehet persze. Tehát, szóval leégnek az és... elektromos készülékeid a házban, mert az előnek is túlára. Ja, 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 szóval miért ne indulhatná el a de, na, igen. Az ezen. atomjaink közötti kötést mondjuk egy bizonyos energia, sugárral mondjuk megszüntetni erről, mi a fizikus úr véleménye? A tudása szerint ez bárminek mond ellent a természet és a fizika törvényének? Hát mármint az, hogy, hogy szét lehet szedni bármit. Nem, nem, nem mond. Nem, de, hát, de nem, hanem hogy mondjuk alkossunk ilyen hát, fegyvert. Figyelj, hát lényegében, ami... Hogyha lehetne csinálni, lenne ilyen. Hát ki lehet számolni, ki lehet számolni, hogy, hogy mit tudom. Jó, most gyorsan megpróbálom valami fej fejszámítást végezni arra, hogy nagyjából ugye hány, hány atommagból állhat egy ember, és akkor mondjuk, mondjuk tegyük hogy az ember a szénből van, jó? És akkor nézzük meg ott olyan nagyjából olyan meves, tehát mega elektron volt nagyságú energiákat kell, és akkor, Hú, hát figyelj, lényegében, hogyha magadra tudsz fókuszálni, hát nem kell egy feke, nem, egyáltalán nem kell ilyen fekete lyuknyi energiákba gondolkozni, én azt hiszem, hogy meg lehet alkotni olyan fegyvert, ami egy hirosimai atombomba, az biztos elég ahhoz, hogy ezt el tudja érni. De nem tudom, miért volna erre szükség. Tehát a filmben látható hatáshoz, amikor lényegében elporladnak emberek, ahhoz nem kell az, hogy az atommagokban levő izék, magrészecskék szét, szétmenjenek, tehát hogy szerintem úgy, látványra ugyanazt a hatást el lehet érni, sokkal kisebb energiával, ez a jó hírem, tehát hogy egy komolyabb lángszóróval szinte ugyanezt a hatást el lehet érni. De jó, Nem annyira látványos, mint a filmben, hogy még pff, szét is száll az egész. Hát igen, mert hogy így ez egy pontból indul és akkor úgy terjed, és az a, ez igen, a igen, igen, szétomlás. Az a igen, az nagyon menő, de a vége, de nem vagyok benne biztos, hogy a tényleg -e ez -e a magrészecskék szintjére szétveszett Ja, ez lehet. most csak egy ettől független ötlet, tehát azt nem tudjuk, nem ismerjük az idegenek technológiáját, de meg akarjuk fejleszteni a sajátunkat. Szerintem tud az ember akkora energiát létrehozni, a nagy kérdés az, hogy tud-e akkarát koncentrálni, de szerintem igen, a hidrogénbomba maga, hogy indul be az úgy indul be, hogy van benne egy normális atombomba, és az atombomba elindít egy lökéshullámot, ami visszaverődik egy elipszoid alakú burkolatról, és az elipszoid alakú burkolatnak az egyik gyújtópontjában van maga az atombomba, a másik gyújtópontjában meg van a magfúziós üzemanyag, ami, tehát mondjuk a hidrogén például, vagy hidrogén, deutérium, mit tudom én, a, ami kell a fúziós reakcióhoz. De a lényeg az, hogy beleszerelt atombombának a teljes energiáját, ugye az egy kifele menő valami, egy robbanás, egy explózió, az implózióvá lehet alakítani, vagyis egy összeroppanássá. Tehát, hogyha egy ilyen cuccba beletennél egy embert, akkor bizony elérhető lenne az általat kívánt hatás. Csak félő, hogy lennének egy egyéb ilyen dolgok, tehát hogy valamilyen egyéb hatások még úgy történnének, hogy nem csak ennyi lenne, hogy maga az, aki ezt hozzáérsz, az így lebomlik porrá, de hogy nincsenek fényhatások, nincsen robbanás, nincsen hő, semmi más, tehát hogy ott csak el is nyeli, hát úgy a szép, nem? Tehát hogy ne, ne törjön be az összes, az összes ablak, meg az összes autó egy ember ilyen eliminálásánál, mert itt ez nagyon elegánsan van megcsinálva. Meg hogy ugye ezt az embert ilyenkor be kell tenned célzottan valami helyre, hogy, hogy, tehát, hogy nem tudod akárhova összefókuszálni ezt a nagy energiát. Tehát ez nehéz ilyen hordozható kis izé, parabola antennákkal oda fókuszálni, nem, az nem, nem fog menni szerintem. Hát, szóval ezen, ezen, még dolgoznunk kell, de majd lesz egy külön kiadás. Bár volt már egyszer hasonló, de majd kéne csinálni ilyen izé, végítélet felé. igen. Külön igen, igen. Don't try this at home. Vagy do, it, do it yourself, tudod. Viszont... Uh, ja, igen, igen. Vagy otthon a négy fal között. A bőség zavara. Az következik most, mert a legtudománytalan. A legtudománytalan. Én én és az előbb említett troll is jelenetet, annak minden vonatkozásával együtt. Szerintem az a csúcspontja minden szempontból ennek a filmarkotásnak. Főleg tudományos szempontból. De számomra ott, ott volt az igazi csúcspont, amikor a végén azt úgy győzik le ott azt a lényt, miután sikerült a pajzsát egy kicsit úgy meg, nem tudom megtörni, feltörni, valami, hogy hozzávágja azt a darab, nem tudom, fémszerű akármit, amit egy előző ilyen harcból kiesett az előző ilyen űrlényből, és ezt így fog és hozzávág, és attól ez így szétrobbant. Tehát, hogy ott, ott, kész voltam. Hogy az, hogy semmisítette meg az űrlényt, azt el nem tudom képzelni mert az ott forró körülötte az a izé, és hogy mint a, ez ilyen szabotás. Igen, igen, átjött az űrön, tehát hogy le tudott jönni a földre, szépen megérkeztek, képesek elszívni az áramot, áramot adni, izé porlasztani embereket, és behajtasz egy követ a küllők közé, és tőlepe, tőle. Be? Tehát teljesen reális, abszolút. Hát legyen is ekkor ez a végszó, hagyjuk ezt, nyitva ezt a kérdést, mert hogy elérkezett az idő, hogy elbúcsúzzunk azoktól a hallgatóinktól, akik nem támogatnak minket a patreon.com per parallax és oldalon keresztül, mivel számotokra, számukra sajnos most véget ért az adás. Legközelebb a 2012 című filmet beszéljük majd ki, Amelyben, <laughs> amelyben kiderül, hogy a kormány elhallgatta a közelgő világvégét, amelyről a maja proféciákban is szó esik, a szeptember 25-én jelentkező új parallaxisban. Minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, a következő alkalom, és se felejtjétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokolépresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.